Önök a Poli Televízió híradóját látják, a műsorvezető Deák Mária. Köszöntöm az aktuális nézőit, jó napot kívánok! Kérem, hallgassák meg híreinket röviden, aztán pedig jönnek a részletek. Beindul a megyei hulladékgazdálkodási program. Búcsút tartott a Gelencén. Begyűjtik a kóborkutyákat. Felújították a Vigadó pincéjét. A Csíkzenekar koncertezik pénteken a Vigadóban. Háromszék országos első helyen van a vidéki hulladéktárolók bezárása terén, s a környezetszennyezést még inkább vissza tudja majd szorítani a Kovászna megyei hulladékgazdálkodási közösségfejlesztő egyesület, amely szerdán alakult meg. Az egyesülethez Kézdi Vásárhely is társult. A megyei önkormányzat legkésőbb jövő év elején adja le az integrált hulladékgazdálkodási rendszer kialakításáról szóló pályázatát, amelynek értéke 25 millió euró. Kézdi Vásárhely önkormányzata az első fázisban nem akart társulni az egyesülethez, mivel a város vezetősége úgy vélte, hogy ezzel csökken a beleszólási joga a szemétszállítási áraknál, valamint a szolgáltató kiválasztásánál. Mivel sikerült az autonómiát a kérdésben is biztosítani, így végül a céhes város is tagjává vált az egyesületnek, amely a megye eddigi legnagyobb értékű pályázatát készíti elő. Az elképzelés szerint a megyei tanács a helyi önkormányzatok önrészét finanszírozza, amely ebben az esetben 2,5 millió eurót jelent. A 25 millió euróból egy regionális hulladékkezelőközpont épül, amely korszerű szilárd hulladék lerakóval, válogatóval és komposztáló üzemmel rendelkezik. Felső háromszéken átrakóállomást építenek, és szerepel a pályázatban a hozzátartozó konténerek és szállításjármű beszerzése is. Felső háromszéken nagyjából teljesen felszámolták a szeméttelepeket, erre vonatkozóan Európai Uniós követelmény is van. Minden évben november 5-én Szent Imre napján kerül sor Gelencén a falu búcsújára. A csütörtöki nap ellenére Felsőháromszék egyik legnagyobb katolikus temploma zsúfolásig megtelt a hívekkel, akik a két templom védőszentjének, Szent Imrének az emlékezete előtt hajtottak fejet. A környékbeli papság jelenlétében és főtiszteletű és nagyméltóságú dr. Varga Lajos váci segédpüspök az Országos Katolikus Gyűjteményi Központ igazgatójának a celebrálásában tartották a búcsús szentmisét Gelencén. A központi nagytemplomban a helybeli katolikus híveken kívül szép számban akadtak olyanok is, akik erre a nevezetes napra látogatták meg a kézdi orbai széki települést, hogy szellemileg feltöltődjenek a felső háromszéki szentföldemek is szegletében. A prédikációban Szent István királyunk fiatalon elhunyt fiának, Szent Imre Liliomos hercegnek az életútját és a mára is alkalmazható példás életét domborították ki. A tragikus sorsú trónörökös életével és halálával évszázadokon keresztül formálója volt a magyarok kulturális önképének. Úgyis, mint örök királyfia a magyar szent királyok közt, úgyis, mint a magyar tragikum, a Hamvábban holt remények szimbóluma, és úgyis, mint az egyház által sugallt ideál, a túlvilágnak élő Szűzi, tiszta keresztény ifjú megtestesítője a Liliomos herceg. Tisztelete valószínűleg már a halálát követő évtizedekben kialakult, hiszen vélhetőleg maga István király is fájdalmas figyelemmel ápolta fia emlékét, s országszerte máig fellelhetők e koronként rétegződő, gazdagodó kultusztárgyi emlékei. A búcsú napján nem maradt el az ilyenkor megszokott kirakodóvásár sem, így aki akarta, lehetősége volt, hogy búcsús vásár fiával örvendeztesse meg a hozzátartozóit. A jövő hét elején a Kézdi Vásárhelyi Polgármesteri Hivatal alkalmazottai befogják a város területén a kóborkutyákat. Az ebek száma az utóbbi időszakban nagyon elszaporodott, így az akció halaszthatatlanná vált. November 9 és 11-e között felügyelet nélkül ne engedjék ki házi kedvenceiket azok, akik nem akarják, hogy a Goszkom Kft. Területén lévő begyűjtőhelyre kerüljenek. Kézdi Vásárhelyt ugyanis hétfő és szerda között tervezik megtisztítani a kutyáktól, amelyek ma már nem csak a gyárnegyedben, hanem a főtéren is zavartalanul kóborolnak.
A falkába csoportosuló ebek valószínűleg nem Kézdivásárhelyen születtek, hanem más településekről hozzák ide a kutyasintérek. Bár ez sosem nyert bizonyítást, az tény, hogy rövid idő alatt tömegessével jelennek meg. A gyárnegyedben lakók az ebek többségét már ismerik, sok esetben etetik is őket, de az idegennek tűnő kutyák megmorogják a lakókat, ezért lehet feltételezni, hogy más településekről hozzák ide őket. A hivatal alkalmazottai bénító lövedékkel lövik le a kutyákat, majd a Goscom Kft.-hez szállítják őket, ahonnan pénz ellenében lehet kiváltani azokat. A kóborkutyák nem csak a céhes városban, hanem más településeken is problémát jelentenek. A szaporodásuk megállítását az állatvédők ellenkezése nagyban hátráltatja. Újabb helyiséggel bővült Kézdivásárhely legfőbb kulturális hajléka a Vigadó Művelődési Ház. Az önkormányzat az egyik pincehelyiséget alakította át oly módon, hogy kulturális műsorok és kiállítás megnyitó befogadására is alkalmas legyen. Az őszi sokadalom idején már jazzkoncertet is tartottak abban a hangulatos bolthajtásos pincében, amely a Vigadó Művelődési Ház alatt található. A hosszadalmas munkával átalakított pince most többféle kulturális műsor lebonyolítására is használhatóvá vált. Azért húzódott el ilyen hosszú időre, végül is a nyáron fogtunk neki, mivel maga a töltésanyagot kézzel kellett felhordani, teljesen kézi munka volt felásni is, és maga a betont és más építőanyagokat visszahordani oda. Egy kicsit nehézkés munkálat volt. A falakat, a falakról leverni, az olyan régi vakolatot újra csiszolni, újra festeni, nehezen száradt, ezért a maga munkálat húzódott el ennyi időre. Bár a pince nem túlságosan nagy felületű, kétségtelen, hogy kisebb családias hangulatú koncertek vagy a szokványostól eltérő kiállítások lebonyolítására kiválóan alkalmas, és biztos, hogy nagy sikernek fog örvendeni a fiatalok körében. Pénteken este 19 órától a Csíkzenekar koncertjének ad helyet a Vigadó nagyterme. Magyarország népzenei életének egyik büszkesége nem ismeretlen a Kézdivásárhelyi közönség számára, hiszen a 2008-as őszi sokadalom vendégeként emlékezetes koncertet tartottak a főtéri színpadon. A Csíkzenekar olyan ízlésesen keveri az autentikus népzenét a legfrissebb popzenei kifejezésekkel, hogy mára az egyik legnépszerűbb együttesnek számítanak a magyar lakta vidékeken. Rengeteg koncert, táncház és jó néhány sikeres zenei album tette ismerté nem csak a zenekart, de a magyar népzenét is hazánkban és külföldön egyaránt. Az eltelt két évtized alatt több rangos zenei díjjal jutalmazták a kecskeméti formációt. A Sydneyben rendezett nyári olimpiai játékok kulturális rendezvényein több más neves előadó művésszel együtt képviselték Magyarországot és a magyar népzenét. Munkájuk legnagyobb elismeréseként jelzi a Fonogram díj, melyet 2007 elején érdemeltek ki a legutóbbi, az azóta aranylemezként számon tartott Senki nem ért semmit című albumért világzene kategóriában. Idén a népzene megújításában szerzett érdemeiért magyar örökségdíjjal is kitüntették. A zenekar immáron több mint 20 éve tart rendszeresen magyar táncházakat. Az együttes koncertműsorában elsősorban magyarországi és erdélyi magyar népdalok, illetve táncmuzsikák hallhatók, de román táncdallamok is szerepelnek. A Csíkzenekar az utóbbi években még a kereskedelmi rádiók zenei kínálatába is bekerült könnyű zenei feldolgozásaiknak köszönhetően. A ma esti koncertre egy olyan válogatással készültek, amely magába foglalja az elmúlt 20 év anyagának a legjavát, és a szervezők egy felejthetetlen zenei élményt ígérnek mindazoknak, akik elmennek a 7 órától kezdődő előadásra. Kedves nézőink, ez volt a hét utolsó híradója. Köszönöm figyelmüket, és további kellemes tévénézést kívánok!